Kedvenc beszélgetései támogatója a Douglas. Jó hűvös van, úgyhogy örülünk, hogy eljöttek. Furcsa dolog ez, hogy egyszer csak így beszélgessünk, közben nézik nézők. Mondjuk furcsa, hogy az a cím, hogy csak neked mondom. Az Évinek mondom. Valamit hoztam. Egy kis ajándék. Júj! De hát majd te elmondod, hogy miért és mi ez. Ez most ajándék. Ja, mert általában fizetni szoktam érte, csak azért, jó, nagyon köszönöm. Igen, tehát a Zoli egyrészt foglalkozik az én egészségemmel, másrészt meg egyébként ez egy tök jó kezdés, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Másrészt meg ez egy, hogy az jut eszembe még róla, hogy azért jó vele lenni, meg jó beszélgetni vele, mert hogy így valahogy az embernek a lelkére is ilyen nagyon jó hatással van, és hogy majd szerintem erről fogunk még beszélni, tehát egy ilyen átnevelő tanfolyamon vagyok Zolival, tehát én egy ilyen nagyon gonosz, nagyon kritikus, nagyon negatív, és ilyen hát nem tudom, egy ilyen epés. Igazi... De soha nem vettem ezt észre. Hogy te hát a hátad mögött mondom, ja, ez nem prób. Tehát, hogy tényleg mindent a lehető legszörnyűbbnek látok, és akkor egyszer csak valahogy találkozom egy ilyen emberrel, mint a Zoli, és akkor ez így kezd így megváltozni, és például mondjuk azt köszönhetem neki, hogy felbátorított arra, hogy hát írjunk együtt valamit, ami egy új dolog az én életemben, mondjuk valószínűleg nem is tudják, hogy mondjam el, hogy én egyébként színész vagyok, amúgy, hát nem. Egyébként színész. Mindegy. Tulajdonképpen ezért öltöztem színésznőnek, most jut eszembe. Igen, de hogy... Igen, tehát, hogy majd színészként is fogunk beszélgetni egy kicsit egymással, meg emberként is, majd ez így nagyon látványosan fog változni a külsőnk. De hogy... Szóval, hogy nagyon... Sok mindent köszönök most én éppen a Zolinak, és egyrészt az, hogy remélem, hogy jövőre sokkal egészségesebb leszek, mert ez minden... Ezek biopiacról hoztam neki. Van egy biohomoktövisítő, ami ilyen szörp, amit föl kell hígítani 10-szeresére, és nagyon jó az immunrendszerre. Én ezt közel 10 éve iszom minden áldott nap, és én nagyon durván allergiás lettem 30 éves koromban. Úsztam a 8 fokos Dunába egy filmforgatáson, Cigány Zoli filmjében, majd erről szó lesz. És leállt a perifériás keringésem, úgy szedtek ki a mentők, ilyen infarktus közeli állapot volt, és rá egy évre olyan brutális allergiám lett, hogy az összes fűfa, virág, növény, tehát nem tudok nyersen zöldségeket enni, gyümölcsöt, barackot, megy, semmi gyakorlatilag. És szteroidoztak, meg injekciók, meg minden, és az a homoktövis ital 10 éve iszom minden nap, teljesen tünetmentes vagyok. De gyakorlatilag semmi. Még a legdurvább időszakban is, amikor kitör ez az augusztusi, meg a nyár elején pollen őrület először, akkor is legfeljebb egy-két napig veszek be egy-két ilyen antihisztamin tablettát, de azt is csak azért, hogy még kényelmesebb legyen. Úgyhogy ez nagyon, nagyon jó immunerősítő. És ez teljesen nyers, egy néni szed ilyen bogyókat le, pucolja meg, darálja föl, oldja föl, szóval volt év bioterméke. Ez pedig egy ilyen kömény magos tönköly magkeks. Igen, tulajdonképpen erre is így rászoktatott a Zoli, tehát rá is most van, már így reszketek mindjárt. Kandida diétában ajánlott, úgyhogy ha vannak kandida... De egyébként ez, amit így hirtelen elmondtál, igazából erről is én szívesen kérdeznélek, hogy ezt így elmondtam, hogy én ilyen negatív, meg minden ilyen nagyon... Nagyon sötéten látom a világot, és iszonyan féltem magam, és ehhez képest mondjuk velem soha semmi nem történt. Tehát, hogy néha így megfázom. És akkor, de az nagyon durva, tehát akkor mindenki ápolnia kell, és hörgök, és nem tudom mi. És hogy a Zoli meg mondjuk már többször majdnem meghalt, és hogy így, hogy szóval, hogy ezt hogy? Tehát, hogy ezt, igen, tehát, hogy ő így bátor, és mindenféle történik vele, és tök vidáman. Vagy... Ki jön ezekből, szóval, hogy... Szóval hát, majd... nem tudom.
Szerintem minél kevésbé fontos az ember önmagának, annál kevésbé baj, ami történik. Én valahogy így vagyok, ez a önmagunkról való lemondás, és a mások... Nem, én tényleg így gondolom, most ez nagyon nagy szó, és nagyon durván hangzik, de szerintem egyetlen értelme van az életnek, amit így felfedeztem, az, hogy amit másokért teszünk. Minden, amit önmagunkért teszünk, annak sem értem, és elhal, és elporlik. Minden, amit másokért teszünk, az megmarad. Tehát valahogy így érzem az életnek a lényegét, és ez megment a túlzott önsajnálattól is, meg az egyéb. Jó, azért ez hozzátartozik, hogy nyilván ezt sokszor elmondtam, meg már tudják is az emberek rólam, hogy én ezért elég erősen vallásos, keresztény hívő ember vagyok, 30 éves koromban lett ez így, és azért ez megváltoztatta a világhoz való viszonyomat, ez a hit, tehát azért ebből fakad ez mind, de gyakorlatilag nincs olyan dolog az életben, ami nem történt volna meg velem szinte. Most legutóbb például tegnap előtt egy ismeretlen család lement a nyaralunkba a Szabadiba, és tévedésből a mi házunkat szúrtak, hogy ők oda kellett volna menniük, és mivel nem tudtak bejutni a kulcsukkal, mert hogy mert egyszer nem értették, hogy miért nem jó az a kulcs, ahonnan ők bérlik ezt, és hogy nem tudták elérni a tulajdonost, és ezért hívtak egy lakatos, föltörték a házunkat, kicserélték a zárakat, bementek, majd rájöttek, hogy rossz helyre mentek, és fölszívódtak. Mi mentünk le, és szerettünk bemenni a saját nyaralunkba, és az egyik zár se volt jó. És kijött a rendőrség, hogy mit csináltok? Nagyon bonyolult történet, nem mesélem, az egész műsor rámenne. A lényeg az, hogy megállítottam egy járőrt, arra jött egy rendőrjárőr, egy hölgy meg egy férfi. Megállítottam, és azt mondtam, hogy az van, hogy... Hát, amit az előbb elmondtam, hogy így néztek rám, hogy... Tessék, hát igen, egy ismeretlen család kinyitotta a házunkat, kicserélte a zárat, bezárta és elment. Hát de eltűnt valami? Mondom, semmi nem tűnt el. Akkor kinek adták bérbe? Nem adtuk bérbe. 3,5 óra volt még a rendőrőrsön is, meg náluk is, megértettem a probléma lényegét, nem nagyon értették meg, iszonyú durva volt. Most ott van a ház, és éjszaka ki kell cseréltetnem 42 000 forintért újra az egész zárat föltöretni. Igaz, ja, első lakatos, honnan tudja, hogy ez magá, igazoljon magát, hogy ki a ház. Szerezzek tulajdoni lapot éjjel 11-kor? Igen, hát különben nem nyitjuk föl. És akkor előttem volt, hogy soha többé nem jutunk be a házunkba. Biztos, hogy... Szóval ez is megtörtént. Ilyenek. Tehát nem tudom, emberrel történik, egy kicserélik a lakát. Nem, de egyébként én, tehát hogy tavaly még akkor nem voltunk ilyen szoros kapcsolatban, vagy nem dolgoztunk ennyire, de ennyire sokat együtt. Meg hogy nem dolgoztál az én átnevelésemen, de én akkor már egyszer gondoltam, hogy szüli napomra majd másokkal fogok jót tenni. De ez még csak terv. De abszolút, tehát hogy szerintem most így érzem, hogy vannak ilyen. De ez nem is igaz, ez az egész, hát amikor csináltuk a Gáborral a notóriusokat, hány éve volt az, amiben te voltál a... Nagyon rég, 11-2. Volt a katonában egy sorozat a kamrában, a 30 éves, igen, 30 éves volt a katona, mert annak kapcsán volt ez a notórius sorozat. Színház történeti eseményeket dolgoztunk fel ilyen nem repertoárral lévő adásokban, de azért... És az Évi volt az egyiknek a dramaturgja, ahol összegyűjtötted a színházi jegyzőkönyveket, ugye a színházi, mi volt az, minek a jegyzőkönyve? Hát egy új törvényt akartak hozni, tehát így a kapcsolatban a Siring Árpádnak volt egy javaslata, tehát ilyen nagy próbálkozások voltak, amiből... Igen, és aztán lett ebből a jegyzetekből több ezer oldalt végigböngészett az Évi, és összeállított egy színdarabot belőle, és azt játszottuk a kamrában, és akkor én emlékszem, hogy beszélgettünk ott sokat, és meg is akartam most kérdezni, hogy akkor beszélgettünk arról, én nagyon sokat mondtam neked, hogy olyan jó lenne, ha Béla ide jönne a katonába. Hát te emlékszel erre, vagy nem? Ez csak bennem maradt meg így, hogy én nagyon forszíroztam, hogy olyan jó lenne, ha te beszélnél a Bélával, hogy valahogy Pintér Béláról beszélünk, hogy ide kerülne a katona, hogy valami fúzió lenne, a katonának is jó lenne dolgozni az itteni színészekkel, neki is jó lenne, hogy dolgozna más színészekkel. Én akkor ezt már emlékszem, hogy nagyon többször beszélgettünk erről. Igen, egyébként ez egy érdekes dolog volt, mert lehet, hogy én beszéltem le mindenkit arról, hogy ide hívják. Tudom, de akkor elnézést kérek utólag is. Tehát, hogy tehát az, én szerintem a Pintér Bélának és a társulatunknak a sikerének az egyik záloga az, hogy mindig nagyon erőteljesen koncentrál a következő feladatra, és nagyon-nagyon tudja a saját energiáinak a határát, és be tudja lőni azt a feladatot, amit ő tud, meg tud lépni, amit uralni tud. És én egy picit
azt gondolom, volt egy időszak, amikor én ezt kívülről úgy láttam, hogy az neki nagyon fontos, az, ahogy ő a saját közegében, a saját társulatával igazából egy olyan mindentől független intézménytől, mindentől független létezésben hoz létre dolgokat. És én egy kicsit magam részéről itt tartottam attól, hogy nem fog-e veszíteni ebből a szabadságából, attól, hogy belekerül a lehető legjobb közegbe, tehát művészileg, meg minden szempontból egy csodálatos közegbe, ami nagyon nagy kihívás, de hogy mégis olyan határidők, meg olyan korlátok vannak egy normális színházban, ami nálunk nincsen. Hát ott minden úgy van, ahogy ő akarja. Pedig reméltem, hogy olyan választasz, hogy bent részem volt nekem is egy kicsit, ahogy ide került Béla. Biztos, tehát szerintem az is tehát olyan érdekes, hogy úgy látszik, hogy nem ismertem annyira jól, mert én őt egy ilyen fene gyereknek láttam, így tévesen, akinek mondjuk ez nem láttam pontosan, hogy mekkora motiváció lesz ez neki, és annyira boldog volt, és annyira nagyon-nagyon jól sikerült az első közös munka, hogy... Ez a bajnok volt. Hogy igazából nem is tudom. Tehát, hogy most vagy elkezdem ostorozni magam, hogy ez miért gondoltam, hogy ez nem így lesz, vagy pedig örülök neki, hogy akkor történt meg, és nem előbb. Mert lehet hogy ez így számított, hogy már egy olyan állapotában, és egy olyan az ő fejlődésének egy olyan szakaszában jött ez a munka, amikor tényleg így. Te hány éve vagy az ő társulatában? Vagy hát 20, most ünnepeljük a 20 éves. De hát mi már ismertük előtt egymást, azelőtt 7 éve, így a Szkéné környékén. Tehát 27 éve gyakorlatilag. Hát igen. Én is 28 éve vagyok itt. Hát igen, egyébként mondjuk ebbe hasonlítunk, szóval, hogy így a van. A hűségben. Igen. Meg szerintem egyébként sok mindenben, tehát ez a van valami gyermeki bennünk így, ami így nem tudom. Az hogy... idétlen infantilis. Igen. Lehet. Mi csináltunk most közösen egy színdarabot Kaposváron, azt emlegette az Évi. Egy amerikai regényből írt az Évi egy színdarabot tulajdonképpen. Különböző inspirációk voltak. Egyrészt kamasz témában kellett valami darabot választanunk. Én ráakadtam egy filmre, aminek megkerestük az eredőit, ami egy amerikai regény volt, és akkor ebből készítettünk most egy színdarabot, aminek most májusban volt a bemutatás, és annyira jó közös munka volt, és egy nagyon különleges színházi élmény, vagy színházi adást hoztunk létre, ami remélem hosszú életű lesz, vagy hát, hogy befutja azt az utat, ami szerintem jó lenne neki. Hát mi meglátjuk. Egy ilyen élmény színházat csináltunk, nem egy szokványos színházi adás, hanem egy ilyen interaktív valami. Igen, ez csodálatos, csak így egy mondatban reflektálni rá, hogy tehát egy nagyon erősen résztvevő előadás, és hogy most ugye itt ülünk, beszélgetünk, és hogy ez jut eszembe, hogy önök itt ülnek velünk, és hogy ebben az előadásban megszólalhatnak a nézők is. És én ettől mindig nagyon féltem, tehát nyilván egy szakmabeli, egy ilyen helyzetben, hát én szerintem így beleolvadnék ebbe a lámpasorba, és megszűnnék a nézőtéren létezni, annyira feszélyezne az, hogy valamit hozzátegyek, valamit mondjak. És az a tapasztalat most ebből az előadásból, hogy iszonyúan szeretnének beszélni a nézők is. Tehát, hogy egy csodálatos, hát, úgyhogy nyugodtan, ha bármit, most már ebben így benne vagyunk, szóval szerintem így tudnánk kezelni, hogyha valaki így hirtelen, igen. Szóval, hogy nem, hogy van egy ilyen vágy, és ez egy nagyon, nagyon különös, újfajta közösségi élményt hoz létre, ami Én azért hiszek a hagyományos, normális színházban, vagy nem tudom mit, tehát hogy olyan csodálatos előadásokban játszom, amik hozzásegítenek ahhoz, hogy megtapasztaltam azt, hogy milyen az, hogy 300-400 ember egy közösséggé válik, pusztán attól, hogy mi elmondunk egy történetet, attól, hogy vicces dolgokat mondunk, akkor együtt nevetnek, meg csúnya dolgokat csinálunk, akkor sírnak, félnek, nem tudom, tehát hogy szerintem nagyon erős a színház hatása, én ebben nagyon hiszek, nagyon szeretem, amit csinálok, de hogy ez most egy ilyen új dimenziót is megnyitott most így nekem legalábbis. Igen, én sem gondolnám, hogy csak ilyen előadásokat kéne csinálni. Nem arra mondom, csak igen, tehát hogy nekem ez egy újdonság volt mindenképp, hogy igazán szeretnek az emberek így
És van ez a, van a Woody Allennek egy ilyen mondása, hogy olyan szeretnék lenni, mint amikor olyan voltam, mint amikor olyan szerettem volna lenni, mint ahogy most vagyok. Egy ilyen híres. És hogy ehhez képest, hogy eltelt ez a 30 év neked is, meg nekem is, hogy te most, ha arra gondolsz, hogy mi volt a kezdetek kezdeti, amikor beléptél ebbe az egészbe, még a... Még hol is volt az első... De az nem az Kénébe volt még, hanem a... Én talán az elsőt, azt én 16 évesen a Jeles András a Jelesnél, a Monteverdi csoportjában voltam. Hogy ahhoz képest, amit gondoltál akkor a színházról, a hatásról, egyáltalán a közegről, az, ami, hogy most 30 évvel később mi van velünk, mi történik körülöttünk egyáltalán a színház világában, most nem feltétlenül a külvilágról beszélek, bár nyilván nem elválasztható a kettő egymástól, de hogy most mi van? Mi van veled ebből a szempontból? Hát nem tudom, mert most biztos jobb lenne panaszkodni, meg az viccesebb, az jobban megy, de én annyira jó nekem most az, ami körülvesz munkában, hogy semmi rosszat nem tudok mondani. És hogy ehhez képest mondjuk, de ez talán abból is fakad, hogy ilyen gyerekek vagyunk, és mondjuk én például nagyon későn érő típus vagyok. Tehát, hogy egy ilyen 20 éves szorongás, rettegés, lustálkodás, az így kezd így végre elmúlni. Tehát, hogy úgy valami jó dolgok történnek. Ez én is úgy érzem, hogy tulajdonképpen 45 éves korom óta vagyok, úgy teljesen azt érzem, hogy egyensúlyban, ez fura. Nem tudom, önök hogy vannak? 50. Na, az én 50 leszek az idén én is. Tehát igen, ez valami ilyesmi. Hogy tényleg van ez, hogy nincsenek már ezek a megfelelési kényszerek, hanem valahogy van egy ilyen szintetizáló, egyensúlyteremtő dolog. Ez jó érzés. Mert biztos, hogy most jönnek majd a bajok. A műtétek, tudod? Hát úgy vannak bajok, persze. Tehát akkor mégis azt mondod, hogy ez jó, tehát ott vagy, erre vágytál így dolgozni, igen. Ilyen szellemi, ilyen kulturális közegben, igen. Ilyen tapasztalattal, ilyen tudással, ilyen ismer. Szuper. Én is így vagyok. Egyre többször élem meg egyébként ezt, hogy konkrétan, hogy olyan pillanatokat élek meg, hogy az, ami most éppen történik velem, ez akár magánéletben, akár egy kávézóban, az olyan, mint amikor én annó elképzeltem, hogy milyen lenne, amikor majd, hogyha valamilyen klassz, tehát hogy olyan igazán jó. Tehát az, hogy a Katonai Zsuzsa Színháznak van egy kantin nevű kávézója, és ott mondjuk beszélgetünk valakivel a színház világáról, akkor eszembe jut a gyerekkoromban az, amikor arról álmodoztam, fiatal kezdő színészként, hogy milyen lenne egy ilyen kávézó, az ember beszélgethetne a kultúráról, művészetekről. És egyszer csak van. Nagyon érdekes. Akkor nem volt ilyen, de nagyon sok minden nem volt. Volt egy másfajta kommunikáció. Most, hogy Cseh Tamás dalokat énekelgetünk, meg gyakorolgatunk, visszajön ez a régi világ egy picit, és mennyire más volt. De én sem érzem azt, hogy most rossz helyen lennék, rossz időben. Nem, egyébként szerintem azt se, tehát nem mondanám rossznak, tehát inkább mondjuk az én hozzáállásom annyiban nagyon más volt, hogy olyan csodálat, olyan művészeket láttam magam előtt, akik egyszerűen lenyűgöztek, és ezzel meg is semmisítettek, porba tiportak, és hogy így, hogy maga ez a fajta ilyen eszement rajongás, mondjuk ez elmúlt, és még annyira nem bánom. Én akartam kérni, hogy szerinted jó, ha színészről tudnak valamit? Úgy magánéletileg, vagy világnézetileg, vagy bárhogy? Ha nem tudunk semmit a színészről, és fölmegy a színpadra, és elhisszük, amit ő csinál, az a legjobb állapot. Az akkor teremt igazán értéket valahogy a színész munkája. Valami ilyesmi érzésem van. Persze nyilván ki kell állni ismert embereknek társadalmi, vagy szociális, vagy bármilyen kérdésben mások elé, mert példát mutathat, mert segíthet dolgokat előre, de hogy ilyen értem viszont a bulvár viszonyatosan káros, elveszi az értékét a mi munkánknak, nem? Hát, nem tudom, engem még nem környékeztek meg. De igen, tehát hogy hát biztos, hogy szerintem ez, tehát jobb ennek ellenállni, vagy amennyire lehet így nem részt venni ebbe, vagy nem tudom. Tehát én, igen, ez azért mondom ilyen bátran, mert nekem nem volt ez olyan nehéz. Ez egy örök díl. Igen, de közben például volt egy ismerős kollega, aki akart menni a musicalbe szerepelni, castingra. Kiváló színész, kiváló énekes, és azt mondták neki, hogy azért nem jöhetsz erre a szerepre, mert nem vagy elég híres. Hát jó, akkor jobban is járt, hogy nem... Hát igen, ezt is mondhatjuk. De hogy akkor ez így...
ezek a dolgok itt szerintem engem annyira zavar, mert valahogy ez devalvál mindent. Vagy torzítja az értékítéletet mindenkinek a fejében. Nagyon egyszerű, például most van ez a szinkron forradalom, amiben dolgozunk. Ugye de csináltunk egy szinkron alapszervezetet. Van egy ilyen, gondolom sokat olvastak is róla, mert ez most mindenhol megjelenik. Csináltunk egy érdekvédelmi szervezetet, aminek én vagyok az elnöke, és most az Ervin, a Nagy Ervin kollégám beállt ebbe a dologba nagyon vehemensen, és tegnap előtt voltunk az ATV-ben, egy reggeli műsorban egy kicsit interjút adtunk, mert nemrég egy kiáltványa léptünk a nyilvánosság elé, és nagyon érdekes volt, hogy Vujicic Ritko és a kolléganője, akik ott műsort vezettek, egyáltalán nem voltak kíváncsiak rám. És nem, ez nem zavart, félreértés, egy semmiféle hiúsági kérdés nincs ebben, hanem az, hogy az Ervin egy ismert ember, egy híres, ismert arc, és minden fókusz rá fókuszált. Mert az jelent valamit. Akkor én is több vagyok, mert őt ismerem, mert valahogy az a fókusz. És azon gondolkodtam, oké, Ervin szuper, nagyon hasznos és fontos, hogy ebbe beleállt, és nagyon, hogy is mondjam, nagy elismeréssel vagyok ezzel, de hogy szakmailag valójában az egész dolog hátteréről, a jogi dolgokról, a valódi stratégiákról, azokról én tudok egyedül ebben az ügyben, arra meg nem kíváncsi senki. Tehát ez zavar ebben. Azért nehéz nekem erre mit mondani, mert szerintem én egész életemben a periférián mozogtam. Tehát, hogy én mindig az ellenkultúra, az ellen, az alternatív, a mellékvágány, nem tehát abban jutottam el most 20 év alatt egy olyan eredményre, ami már szinte majd, hogy nem egy mainstream dolog. Tehát, hogy egyrészt teljesen értem, amit mondasz, csak egy pont ellenkező folyamatban vagyok benne, ami egy ellenpélda, de attól még nem kérdőjelezi meg azt, amit te mondtál, csak hogy szóval, hogy akár azért ilyen is van. Tehát, hogy nekem pont egy olyan élményem van, hogy egyre nő az érdeklődés, tehát, hogy egy olyan helyzetből indulva, amikor senki nem ismert minket, egy ilyen népszínház lettünk, nagyon sok mindenkinek nagyon fontos, tehát, hogy én... Ez végig is, ez ilyen értemben rácáfol. De úgy, hogy közben nem... Megtalálja a zsák a foltját, akkor inkább igen, ez van, nem? Hogy mindenki úgy, megtalálja maga közegét, közönségét. Miközben a körülmények mindig nagyon rosszak, tehát tényleg ezek a... Tehát, hogy nagyon nehéz dolgokkal kell megküzdeni, és nagyon sok olyan problémánk van, ami arra késztet, hogy nem művészi szempontok döntsenek, hanem idő, pénz, stb. Tehát ez egyszerűen borzalmas. És lehet, hogy 5 év múlva, ha itt ülünk, akkor már nagyon rossz kedvem lesz. De most mégis valahogy a 20 évre visszatekintve meg azt mondom, hogy hát, hogy ilyen is van, hogy így megy előre valami, és hogy iszonyú szeretet meg támogatás jön a nézőktől. Ami hát... Miközben mi egy olyan csapat vagyunk, ami Pintér Béla és társulata. Tehát gondolhatod, hogy az a nagy ego, ami ugye bennem van, hogy én ki vagyok, hát az a társulata. Szóval ez, és akkor... Hát ez nem mindig ugyanaz az ember, tehát lehet, hogy holnap egy másik ugyanilyen ül itt. De miért, te, amit mondtad, hogy rossz kedved, az mit jelent szerinted? Az milyen irányba mármit, hat? Hát azt mondtad, hogy tök jó, mert haladtok egy olyan irányba, amit szuper, de közben miért lenne rossz kedved 5 év múlva? Pont azért, mert ezek a folyamatok, amiket te mondasz, ezek egyszerűen összeroppantják ezt az egész intézményt. Tehát, hogy nyilván... Az, hogy egy színházi társulat meddig él, hogy egy csapatnak mi a tehát hogy az inspiráció, a motiváció az emberek között, ez egy nagyon érdekes dolog, olyan, mint egy élő lény, vagy egy ilyen igen, szerves valami, ami egyszer csak, mit tudom én, elfárad, megöregszik, meghal, nem tudom, új jön. Tehát ez az a része, amiről most nem beszélnék. A másik része, ami nálunk van, az, hogy egy
kis társulat elindult, és 20 év alatt eljutottunk oda, hogy 18 előadásunk van repertoáron, tehát mi fent tudnánk, tehát mármint előadással el tudnánk látni egy kis színházat, egy kis művészszínházat itt Budapesten, és mondjuk akkor azok lennének a szempontjaink, hogy a legjobbat játsszuk a legtöbbször, amit mi a legjobbnak tartunk, azokat a művészeket, akik miatt ez vagy az az előadás annyira jó, azokat rendesen meg tudjuk fizetni, hogy ne kelljen egyeztetni, hogy ne kelljen egyik helyről a másikra vándorolni. Nyilván a pályázati rendszer ezen segít, mert a pályázati rendszerben ez egyszerűbb, hát, de... Mondjuk mi olyan pályázati rendszerben vagyunk, hogy minden évben újra kell pályázni, tehát nem volt 20 év alatt, nem volt olyan, hogy 2 évre előre bármit lehessen gondolkozni, és soha nem tudjuk, hogy mennyit fogunk kapni. Tehát most a TAO nyilván még durvább helyzetbe sodort, szóval mindegy, igen, tehát mindig mindenből, tehát az, hogy szörnyű sorsunk van, meg minden tök jó előadások fognak születni még, hurrá, hát igen. Tehát ez rendkívül jó, igen, ez Bérának az egyik nagy mondása, hogy hát így a vezetés az nem pénzt ad, hanem témát. Tehát igen, igen, és itt a kormány, igen. Szóval köszönjük szépen. De hát hogy, igen, és ez nagyon fontos. Tehát én azt gondolom, hogy a művész létben nyilván van valami alapvetően, valami olyan attitűd, ami megkérdőjelez, ami feszegeti a dolgok miértjét, és valamiféle elégedetlenség van. És vannak ilyen terveid egyébként, hogy színésznőként, hogy drámaíróként, hogy dramaturgként, hogy... Hát most igazából most egy másik fázisban vagyok, mert most így az van, hogy nagyon-nagyon sok munkám van folyton, tehát most tulajdonképpen a nemetmondást kellene megtanulnom éppen, de az meg nem megy, mert az túlságosan érdekel minden. Tehát, hogy sokat dolgozni kevés pénzért, azt szerintem tök jól csinálom. Tehát az így megvan, azt így maximálisan. Igen, tehát az megy, az nagyon. Ez, hogy ez változzon, azt nem tudom, hogy fog-e sikerülni, de még remélem, hogy együtt is fogunk dolgozni. Már vannak terveink egyébként. Igen. Egyébként akartam hozni neked a Cigány Zolinak a Posta Dukába című könyvét, csak nem találtam meg. Pontosabban olyan zsúfoltságban vagyunk otthon, egy szekrényt a másik könyvespolc elé toltunk egy ideig, és most nem tudok hozzáférni. 10 éve. És ki akartam, mert az nagyon oda akartam neked adni. Mert volt egy közös találkozási pontunk, a Cigány Zoli költő, író, filmrendező, ő írta a Csoda és Kósza meséket is, aki fiatalon meghalt, 45 évesen. Én is sokat dolgoztam vele korábban is az év, és hogy valamit kezdeni az ő munkásságával, valamit. Ez így foglalkoztat minket. Lehet, hogy lesz ebből egy közös munka. Jó lenne. De hát jó lenne még közös színdarabokat, mármint színdarabokban is közösen játszani, hogyha... Igen, sajnos, amit itt láthatnak egyébként, mi nagyon keveset vagyunk együtt, de azt mindig senki nem veszi észre, mert a Zoli hozza be a kávékat a színésznőknek, és akkor, vagy színészeknek, és mindig nagyon megdicsérem, és majd egy ilyen kis közös... Ez az Asser Tamás Háromszéken című darabban. És egyszerre szoktunk a Fodráztárban találkozni, és nagyon... Szóval, hogy nekem például ez nagyon nagy élmény, és még végülis ebben is van valami közös talán, hogy mind a ketten nagyon sok epizód szerepet játszottunk már életünkben, és hogy iszonyan tudjuk élvezni szerintem. És nekem ez, tehát az Asser Tamásban Bettike néni, az a legnagyobb boldogság, tehát hogy így nagyon tényleg is olyan... Igen, ezt mondtad, hogy szeretsz így elbújni a karakterek mögé. Igen. Igen, tehát ez nagyon... Tehát én úgy rettegek, hogy előre rettegsz. Szaladva. Igen, tehát hogy így neki a... Vagy hogy... Tehát hogy az nagyon segít, hogyha valamit ilyen nagyon karakteresen lehet utánozni, és valahogy az belekerül a fülembe, és akkor valami nagyon elrajzolt dolog, azt nagyon, nagyon szeretem.
Hát biztos, hogy úgy könnyebb alakítani valamit, hogy az embernek van egy felülemelkedettség, egy rálátás, egy viszonylag játékossága ahhoz a dologhoz is nem nagyon érintett benne. Az biztos, hogy könnyebb úgy dolgozni. Hát én meg úgy gondolom, hogy ha valamit csinálunk, akkor érdemes ezt a maximálisan beleadni mindent. Aztán hát, ha lesz nagyobb szerep is. Nem, egyébként ez pont, például, ez nagyon érdekes, ezt megkérdeznék, tehát, hogy én például abszolút nem tudom, mit jelentek színpadon. Egyáltalán nem tudom. Tehát eljutottam 50 éves koromra oda, hogy halvány fingom nincs róla. Tehát, mert azt, hogy mit gondolok magamról belül, meg milyen gondolataim vannak, meg egyáltalán milyen helyzetekben voltam, vagy mi az, amit csinálok, és az látható, az egy dolog. De hogy erre semmilyen reflexióm nincs, az biztos. Tehát, hogy halvány gőzöm is. Tehát, hogy nem tudom, hogy miért nem játszok el bizonyos szerepeket, és miért játszok el bizonyos szerepeket, miért ezt osztják nem, és miért nem azt, hogy ez nagyon érdekes, hogy erre egyáltalán nem nincs rálátásom. Teljesen értetlenül állok ezelőtt. Te például, te tudod, hogy miért csinálsz, vagy miért kapsz, vagy miért vagy? Ó, én igen. Ó, az jó. Nekem ez meg van mondva, szóval... Nekem nincs. Hát jó, érted, én ugye általában törpéket, ilyen szerencsétlen gyerekeket, akik rugdosnak, meg szőrös sündisznókat, meg nem tudom, mindenféle tájszólásba beszélő, hát ilyen kisebbségi figurákat szoktam játszani, tehát hogy ez valahogy... De akkor ez meg van mondva, hogy miért? Én egyébként ez nagyon érdekes, mert amikor én dramaturg vagyok, akkor én teljesen átmegyek a másik oldalra, és borzasztó brutálisan tudok színészekről így beszélni, hogy az mi, mint egy ilyen lóvásáron, hogy hát jó, ő nem elég magas, mondom én. Érted? Mondom a rendezőnek, hogy az a törpe hülye vagy, az nem lehet. Tehát, hogy ezt ért, tehát, hogy én tudom ezt a két oldalt, igazából azért most így, tehát a te egész pályádról így a rendezők helyett nem tudnék beszélni, mert pont azokban, amikben együtt dolgoztunk, abban olyan volt, hogy valahogy az lett, amit te csináltál belőle. Tehát, hogy hát, nem mindig az van. Igen, tehát igen, de rám van bízva. Azért, mert túl jó alkatod van, mert így érted, mert lehetnél bármit, tehát érted, te nem vagy törpe, meg nem vagy ilyen eleve egy ilyen behatárolt, nem tudom mi, és akkor ez ettől így, tehát hogy nincsenek meg ezek amik mondjuk inkább egy ilyen valamilyen epizódra, vagy valamilyen erőteljesebb, groteszkebb, vagy nem tudom milyen karakterre predesztinálnak. Hát mégis rendszeresen kapok ilyen feladatokat. Igen, de akkor nem tudom, az biztos azért, mert jól megcsináltad az előzőt, vagy nem tudom, de ez itt rontod el, nem tudom. Köszi, megvan. Én valamiféle naivitást, vagy valami... Nem azt mondom, hogy loser, nem azt mondom, hanem hogy egy... Nem, hanem, hogy valamiféle naivitás, és valami olyan dolgot például belé tudok látni, ami miatt esetleg valaminek áldozatul esel, valamilyen ilyen, tehát nem egy agresszivitás sugárzik, hanem inkább valami nyitott, valami naív, valami sérülékenyebb, sérthetőbb. És akkor te ezen... Ez szerinted ez egy színészi... Ez tök jó, amit mondasz, de ez... Hogy ez rád sok ideig, van, sok-sok évig... Emlékszem, sok-sok évig az volt, hogy különböző emberek nem mertek hozzám jönni, hogy én nagyon durva, agresszív és szemétláda vagyok. Ez jött le az össze szerepemről, évekig. Tehát hogy? Páros Hanna leszerződött a színházat, és mondta a Szandrának, a Borbély Alexandra közösszeg, hogy figyelj, de a Rajka Izolna vigyázik, ez nagyon-nagyon nézé. És akkor teljesen megdöbbentek. Na most érted, azért nem értem, mert valahogy színészként én mindig azt gondolom, hogy az a munkának a lényege, hogy valami, most nem azt mondom, hogy átváltozás, de hogy valami az izgalmas, amikor olyat tudsz csinálni, ami nem feltétlenül önazonos, vagy, hanem hogy valamit hitelesen tudsz A-tól Z-ig ábrázolni, és abban nincs hiba. És ebben nem tartozik bele szerintem az, hogy mit gondolnak rólad. Vagy nem szabadna, hogy beletartozol, és ezt érzem nagyon, hogy valahogy mindig van egy ilyen rágondolás valamire, hogy valahogy valaki biztos valamilyen, és ezért nem kapunk így lehetőséget, hogy... Hát de szerintem azért ebben, tehát hogy van egy az a fajta szereposztás, amikor
az dönt, hogy elsőre mi jut eszembe rólad, meg van az, amikor mondjuk egy vezetés azon gondolkozik, hogy te már hányszor játszottad el, vagy mondjuk én, ugyanazt a gyereket, akit megrugdostak, hát, és akkor most játssz egy 80 évest, de én ezt látom, hogy ez meg, szinte vég nélkül. Aki nem, már játszott ilyet, akkor játszik, és nincs. Azért szerintem van erre törekvés, csak az, hogy mondjam, az szerintem még sok mindentől függ, tehát azért soha nincs olyan, hogy csak egy emberről szóljon egy ilyen folyamat, amikor a rendező így szerepet osz. Szerintem akkor így 6000 szempontot vesz figyelembe, és azért szerintem van olyan, amikor ez a bizonyos ellenszereposztás, ez egy, hogy na nézzük meg, milyen érdekes lenne, ha fordítva. Szerintem ez megtörténik, lehet, hogy pont mindig csak tervbe volt, és valahogy mindig a másik. Tervként megmondja, aztán igen, nem. Tehát biztos vagyok benne, hogy volt rá terv, azt nem tudom, hogy, igen, hogy miért nem megy soha, de... Azt látom most csak tényleg, hogy amerikai hülyeség, mert nem szabad összehasonlítani, de hogy látom, hogy nagy színészek, akiket úgy igazán csodálunk, főleg amerikai színészekről beszélek, meg francia, vagy spanyol, tök mindegy, orosz, hogy azért ott, mint hogyha lehetőség lenne adva. De nem biztos, hogy ez igaz, csak én így, ugye, mintha így látom. Pont, jó. Most, ha így már konkrét példán gondolkozom közben magamban, akkor azt gondolom, hogy mondjuk a Jenna Rollins, aki a... Igen. Cassavetes. Igen, Cassavetes. Nem tudom, hogy mindig másképp ejtik, azért nem akartam. Mindegy, tehát, hogy az ő felesége volt, és ő mindig ő volt, szerintem, minden filmjében. És csodálatos. Tehát, hogy most csak egy ilyen, tehát, hogy szerintem mindig van ez, hogy van, aki valahogy nagyon egyfajta karakterből változik sok kicsit, és van, aki meg egészen nagy átváltozáson megy. Hát szerintem ilyen, lehet, hogy gyermeki szemmel ez vonzóbb, meg valamikor biztos csinálni is jó, meg nagyon hatásos tud lenni, de szerintem mind a kettő nagyon izgalmas. Mert még azt igen, hogy a gyerekeid megnéztek-e már? Azt akartam az előbb kérdezni, mikor mondtad, hogy... Színdarabokban? Igen. Persze, bár volt egy időnk, azt hitték, hogy a McDonald's-ban dolgozom. Minden évben van ilyen MacHappy Day, ami azt jelenti, hogy kvázi híres embereket hívnak, hogy áruljanak a McDonald's-ba így egy pár órát, és akkor a jótékonysági célokra jön be. Kicsik voltak a gyerekek, ugye én abszolút távol tartottam a színház világától mindenkit, és akkor viszont volt ez, akkor mondtam, hogy gyertek a McDonald's-ba, úgyhogy büszkén mondták az oviban meg a suliban, hogy az apu a McDonald's-ba eladó, hogy mindig ehetnek. Nem, azóta persze, sőt, hát a Boldi film az rendszeresen mindenhova eljön, ahova csak tud, mindent megnéz, ő a legidősebb. 4 gyermekem van egyébként, két nagy, most már 21, 18, 16, 12, igen, ilyen. 2 fiú, 2 lány. A kisebbek még csak bizonyos dolgokat láttak, de azért így már lassan. De más az érdeklődésük. A Barney filmet például nagyon kevésbé érdekli a színház, bár lehet, hogy színész lesz belőle, de hogy ő kevés, mikor hívom, hogy gyere vagy, akkor ő most nem, vagy nem. A Boldi azonnal készségesen jön, a Boró is, hogyha arról van szó, úgyhogy csak mivel nem játszunk olyan sok gyerekdarabot, a legkisebb korúban még nem nagyon láttak. De itt szoktak nézni, igen, és őt meg is szoktuk beszélni. Meg a Kaposvárra is lejöttek megnézni, minden képben vannak. De akkor most már nem szörnyednek, mert egyszer ezt mondtad, hogy így nagyon mást látnak, és hogy nem volt ez. Egyszer jó. Volt egy tragikus helyzet. Elsős volt a legidősebb film az általános iskolában, amikor kitalált egy másik apuka, hogy csináljunk egy mesejátékot három apuka az osztálynak így ajándékba. Hát mondom, hogy persze, nagyon nagy örömmel. Kitaláltuk azt a mesét, hogy amikor a majom, a nyúl meg a hangya verseng egymással, és a majom mindenkit legyőz, mert hogy ki tud legmagasabbra mászni, ki tud a legnagyobbat ugrani, meg mindenféle ilyen. És hát én vállaltam el a majom szerepét, és a majom egy elég agresszív, erőszakos, furcsa lény volt, és a végén, mikor jött az okos, már nem tudom, kis elmondta, hogy nem így kell versenyezni, hanem úgy, hogy önmagához képes kell mindenkit vizsgálni, akkor ugye a hangya kiderült, hogy 6-szoros súlyt képes elviselni, elvinni hátán a nyúl sokkal gyorsabban cikkel, nem tudom. És akkor a majom ezt a végén úgy döntötte, ez volt a verseny, hogy egy bunkóval jól szétvert mindenkit, hogy akkor is ő a egész osztály röhögött, mindenki teljesen oda, az én fiam kétségbeesve ült, egy teljesen halálra vált. És azt hiszem, hogy ilyen 3 hónapig tartott a terápia, ami végre helyrehoztuk, hogy az ő apukája egy szörnyű elviselte. És ez az összes osztálytársa ezzel röhög, és mindenki jól van, elkövettük ezt a hibát. Azóta már azt tisztáztuk, de valóban vigyázni kell, hogy az ember mit mutat magával a saját gyerekének, a saját közegén kívül, mert
nem biztos, hogy föl tudja dolgozni. Igen. Hát, köszönjük szépen. Kirohant valamelyik strici, szacsi, mint a, nem is tudom, mint a nurmi szalat, mint a... 3 órán keresztül kerestük, nem láttuk, bebújt egy kapuhajba. Na jó, és ott találtuk meg így. De várjál, meg nem tudok tájékozódni. És... Elfutott Amsterdam, Rotterdami futott. A műsort támogatta a Douglas.